A magyar koalíció szerint a sokat kallódott műalkotásokat vissza kellene helyezni eredeti helyükre, a Demokrata Párt viszont ifjúsági irodát nyitna a kérdéses helyiségben, amely a temerini első helyi közösség épületének része. Tény, hogy a művész-házas pár hagyatéka az elmúlt másfél-két évtizedben többször cserélt helyet, miközben áldatlan körülmények közepette őrizték azt. Azt hiszem, különösebben nem kell indokolnom, elsősorban nem a vajdasági magyar nézők előtt, hogy ilyen jelentős európai formátumú művészeknek a hagyatéka után kapva kapnának bármelyik más településen, és kezüket, lábukat összetennék, ha ilyen hagyatékkal rendelkeznek, mint mi. Azt gondolom, hogy mindenféle egyéb szempontot, mindenféle politikai spekulációt és egyebeket félretéve temeink községnek arra kellene törekedni, hogy ez a hagyaték visszakerüljön oda, ahol tulajdonképpen a pályafutását kezdte. Tehát újra működőképessé kell tenni a Baranyi Károly Márkozáta féle galériát, mind a temeréni kéművészet kedvelőknek az örömére, mint pedig hát az egész vajdaság kultúrájának a tisztelete céljából. A műalkotásokat jelenleg a Horgász Klub raktárhelyiségében halmozták fel. Az önkormányzati képviselő értékelése szerint itt legalább száraz helyen vannak, és valamelyest megvédhetik azokat a további pusztulástól.